Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselő hölgyek, urak, tisztelt meghívott vendégek, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai ünnepélyes defibrillátorok átadásán, ami sajtó nyilvános. Tisztelt jelenlévők, a képviselőtestület úgy döntött, hogy a 2013-as képviselői kereten maradt összeget életmentő készülékek vásárlására használja föl. Egészen pontosan 8 darab defibrillátor megvásárlására van lehetőség. Összesen 4 millió 180 ezer forint értékben. A testület arról is döntött, hogy hova kerüljenek ezek az életmentő készülékek. Természetesen olyan helyszínt választottunk ki, amelyek nagy látogatottságnak örvendenek, ahol nagyon sok ember fordul meg. Örömmel tájékoztathatom a tisztelt jelenlévőket, hogy már 2 ilyen készülék van Karcagon. Korábban, évekkel korábban a buszpályaudvaron került egy elhelyezésre, nemrégében pedig a sportcsarnokba tudtunk átadni egy ilyen készüléket. A mai napon, még egyszer mondom, 8 darab ilyen defibrillátor kerül átadásra. A helyszíneket szeretném felsorolni. Városháza, Városgondnokság, Piaszcsarnok, Ifjúsági Ház, Dériné, Sportpálya, az Akácsliget fürdő és a Tesco. Én úgy gondolom, hogy ez mind a 8 olyan helyszín, ahol valóban sokan fordulnak meg. Bizonyos földrajzi elhelyezkedést is figyelembe vettünk, így ha bárkinek szüksége lenne erre a készülékre, természetesen ne legyen, akkor rendelkezésre áll. Egyébként már a buszpályaudvaron elhelyezett készülék mentett életet Karcagon. Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim, szeretném még hozzátenni azt, hogy Karcag városa a múltban is és a jelenben is mindig nagyon-nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy a városban élők egészsége a lehető legjobban legyen kiszolgálva. A kórház esetét szeretném említeni, amiért nagyon-nagyon sokat kellett küzdenünk, hogy egyáltalán megmaradjon, fönnmaradjon, de nem csak ez volt a cél, hogy megmaradjon, hanem az is, hogy kiváló szakembereket tudjunk idehozni, idecsábítani a meglévő megtartása mellett. Az is cél volt természetesen, hogy mindig megújuljon a kórház, hiszen nem csak a város, hanem a környékbeli lakosság egészségét, gyógyítását is szolgálja. Jelenleg is, mint a múltban is folynak felújítási munkálatok ebben a kórházban, de említhetném az alapellátás mindenkori fejlesztését, napjainkban is éppen megújul az alapellátás. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a sport területén is komoly előrelépéseket tesz a város, nem kis erőfeszítéssel, hiszen én úgy gondolom, hogy a sport az egyik legjobb egészségmegőrző tevékenység. Tisztelt miniszter úr, hölgyeim és uraim! Még azt is szeretném elmondani, hogy sajnos nagyon sok beteg ember él közöttünk, legyen az mentálisan, szellemileg vagy fizikálisan beteg. Az is egy sajnálatos tény, hogy nagyon sokan ezeket az embereket kihasználják, kigúnyolják, valamilyen formában megbántják. Én maximálisan harcolok ez ellen, hiszen a betegséget senki nem veszi pénzért. Soha nem lehet tudni, hogy ha ma egészségesek vagyunk is, nem leszünk-e betegek egy óra múlva, egy hét múlva, egy év múlva, vagy bármikor. Nem fogom soha eltűrni azt, hogy a beteg emberekkel bárki is rosszul bánjon, gúnyolja őket, vagy bármilyen formában, gazdaságilag, netán politikailag kihasználja. Ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. Tisztelt jelenlévők, ezután szeretném azoknak az intézményeknek, cégeknek átadni ezeket a defibrillátorokat, amit oda szántunk.
jelképesen kezdem akkor a Városházával, és jegyző úrnak szeretném átnyújtani elsőként, és akkor ezt követően pedig sorba kérem, hogy mindenki fáradjon ide, és vegye át ezt a szerkezetet. Legyen gondos gazdája, lehetőség szerint, ha nem muszáj, ne legyen használója, mert még egyszer hangsúlyozom, hogy ezek a készülékek nagyon-nagyon jó, hogy megvannak, de a használatukra lehetőség szerint ne kerüljön sor. És még annyit, hogy én úgy gondolom, hogy ezzel a testület valóban egy olyan gesztus gyakorolt, ami példátlan ebben az országban, mert ilyen területi lefedettség defibrillátorok tekintetében nem hiszem, hogy van más településen, mint városunkban. Köszönöm mindenkinek a jó szándékát, a segítségét, támogatását, akik bármilyen formában is hozzájárultak a beszerzéshez, a gépek kiválasztásában, egyáltalán a döntésben. Köszönöm még egyszer, és akkor szeretném ezt átadni miniszter úr segítségével. Akkor tisztelt jelenlévő jegyző úrra, zárom ezt. Köszönöm. Remélem nem használjuk. És még kettő hozzájuk tartozik természetesen, hiszen ott a Nénié sportpálya és az ifjúsági ház. Most jelképesen egyet nyújtok át, nehogy megerőltesse magát. Hármas gondokság, igazgatók urát kérdőn szépen. És igazgató úrhoz tartozik természetesen a Piasz Csarra követés lesz még egy büszké, és a nagyfőn vízmű, illetve a tanfőnő igazgató urát kérdőn, hogy vegye át meg. Tisztelt jelenlévők, szeretnék gratulálni ez az országosan is egyedülálló kezdeményezéshez. Szerintem egy nemes gesztus és biztonságot ad. És így, hogy a városban most már 8 plusz 1 ponton van, ha jól emlékszem, vagy összesen 10, 8 plusz 2 ponton van defibrillátor, szerintem Karcag az egyik legbiztonságosabb város ebből a szempontból. Nagyon fontos az, hogy az emberek értesüljenek a kezdeményezésről, és hogyha ne adj Isten alkalmazik el ezeket a készülékeket, akkor tudják, hogy hova menjenek, hol van legközelebb, az épületen belül hol található meg, és így tovább. Én javaslom, hogy itt a kellő tájékoztatás az történje meg, hogy valamennyi lakásban, valamennyi üzlethelyiségben, valamennyi intézményben, azt is lehet némi túlzásról mondani, hogy mindenkinek a kis irat tárcájában legyen egy kis kártya itt Karcagon, ami lehetővé tesz, hogyha krízis helyzet van, vagy lát valakit, aki rossz állapotba került, akkor azonnal tudja, hogy mi a teendő, merre menjen, hol keresse, kihez forduljon, hogy ezt a újraélesztő készüléken a defibrillátort használhassa. Úgyhogy én gratulálok ehhez a programhoz. Én szerintem még biztos, hogy van elképzelés, hogy miképpen lehetne folytatni, amennyiben ez meg lesz a lehetőség anyagilag, akkor biztos a szándék is meg lesz, hogy a városban legyen egy teljes lefedettség, így is sokkal nagyobb, mint amíg kettő volt. Tehát szerintem Karcag ebből a szempontból is példát mutat az országnak, és bízom benne, hogy követésre fognak találni ezek az elképzelések, amelyeket sikerült megvalósítani. Én gratulálok, és bízom benne, hogy nem kell használni a készüléket, valamennyien ebben bízunk, de jól tudjuk azt, hogy bizony ezekre szükség van, emberi életeket tudunk megmenteni általuk.
Köszönöm szépen, további kellemes napot kívánok mindenkinek, és nagyon fontos az, hogy a város lakossága, az intézményekben látogatók, a strandfürdőre látogatók, a vendégek is, akik ideérkeznek, tudjanak arról, hogy milyen közel van hozzá a segítség, ha bajba kerülnek. Köszönöm. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Városházán, és az előbb 8 darab életmentő készülék átadása történt meg. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel beszélgetünk. Példaértékének nevezte ezt a kezdeményezést a köszöntőjében. Országosan is egyedülálló a KALCÉ képviselőknek a terve, a programja, aminek a keretében a saját tiszteletdíjukat használták föl arra, hogy 8 darab defibrillátor készüléket vásároljanak. Így a városban már a meglévő 2 mellett további 8 helyen lehet segítséghez jutni akkor, hogyha valaki szívszorító helyzetbe kerül, hogyha rosszul lesz. És most már az a legfontosabb, hogy minden karcegi ember tudjon erről, illetve az itt közforgalmú létesítményekbe érkezők is kellő tájékoztatást kapjanak, akár egy tábla formájába, vagy egy szóróanyag formájába arról, hogy ha valami gond van, akkor hol lehet ilyen készüléket találni a közelbe, hiszen végül is ez a 8 helyszín azt jelenti, hogy a város teljes területe lassanként le van fedve, és így a Tesco-tól a könyvtárig, a sportcsarnoktól a Akácsziget fürdőig, ha bajba kerülünk, akkor azonnal közel van a segítség. Én bízom benne, hogy nem kell a készüléket felhasználni, de szerintem azért jó a biztonság, biztos, ami biztos, nem árt, hogyha tudjuk azt, hogy hova forduljunk segítséget. Én abban is bízom, hogy a program még folytatódik, még néhány készüléket biztos el lehet majd helyezni, de ez a következő időszaknak a kérdése. Én gratulálok a KALCÉ önkormányzat fideszes képviselőinek ahhoz, hogy ezt fölvállalták és ilyen eredményesen végre is hajtották. Köszönjük szépen! Köszönöm! Dobos László polgármester úrról beszélgetünk. Mind decemberben beszámoltunk az önkormányzat ülésen, ahol megszületett ez a 4 millió forintos felajánlás. Azt hiszem, hogy ennél jobb helyre nem mehetett volna ez a pénz. Hát én is úgy gondolom, és hála jó semmit, nem csak én gondoltam így, mint ötletgazda, hanem a képviselőtestület is egyöntetően támogatta ezt az elképzelést, hogy minél több életmentő készülék, defibrillátor kerüljön elhelyezése különböző nagyon forgalmas pontokon Karcagváros területén, hiszen soha nem lehet tudni, hogy mikor lesz rá szükség. Ne legyen rá szükség, de jó, hogyha van. Itt a beszédében ön elmondta, hogy a buszpályaudvaron lévő készülék mentett már meg életet. Reméljük azért, hogy ennek a 8-nak nem lesz erre, nem kell bevetni őket, de akkor legalább tudjuk, hogy mindig bevethetőek, és gondolom, hogy erről tájékoztatni fogják a lakosságot is. Természetesen sajnos megyénkben, és egyáltalán az országban is a szív- és érrendszeri megbetegedések száma az átlagnál, az uniós, Európai Uniós átlagnál lényegesen magasabbak. Tehát a halálozási okok között sajnos az első 3 helyen szerepel, és ha nem érkezik időben segítség, akkor az arányok még rosszabbá válhatnak. Mi azt szeretnénk, hogy, és azt szerettük volna ezzel elérni, hogy ha bármikor valaki rosszul lesz utcán, vagy olyan helyen, ahol nagyon-nagyon sok ember fordul meg, akkor az élete ne azon múljon, hogy kiérkezik-e időben a mentő vagy sem, hanem legyen egy olyan készülék, amivel meg lehet menteni az életét. Minden embernek az élete számunkra nagyon-nagyon fontos. Gondolom a következő hetekben azért minden intézményben lesz, aki ennek a használatát is megtanulja. Ebben dr. Kanásztany László főorvosú biztos segíteni fog. Igen, hát már meg is történt egy képzés, de további ilyet is tervezünk. És természetesen meg fogjuk hírelni mindenféle módon azt, hogy hol vannak ezek a készülékek. Hogyha esetleg valaki a környékben lesz rosszul, akkor is legyen az embereknek tudomása arról, hogy hova lehet fordulni a gyors segítség érdekében. Én a lakosok nevében is azt gondolom, hogy megköszönhetem az önkormányzatnak ezt a nemes felajánlást. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan út, amit el kellett indítani, és remélem, hogy lesz anyagi lehetőségünk, és a képviselőtestületnek biztos, hogy lesz szándék a további fejlesztések megvalósításában. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Dr. Kanászony László kardiológus főorvossal beszélünk, hiszen ön az, aki a kórházban azért szembesül azokkal a betegekkel, akiknek most ez a 8 életmentő készülék segíthet a
életük megmentésében. Mennyire örült ennek a lehetőségnek? Hát nagyon örülök, mert ugye a mentőszolgálat az első, aki a ilyen betegek újraélesztésével szakszerűen tud ugye foglalkozni. A mentő kiérkezéséig ugye 5-10-15 perc telik el, és hát az első észlelő, aki ugye segíteni tud az eszméletlen betegen, az nyilván laikus többnyire. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a lélek jelenlétünket ugye ne veszítsük el, és azonnal próbáljunk segíteni a bajba jutott emberen. Nagyon fontos meggyőződni arról, hogy vannak-e életjelenségek, lélegzik-e a beteg, ha tudjuk, akkor a nyakon a pulzust, a karotisz pulzust tapintsuk meg. Hát nyilván ezeket nem észleli a észlelő ember, akkor azonnal mellkas nyomását el kell kezdeni. A legfontosabb, hogy segítségért kell nyúlni. Hát ez elsősorban egy másik ember, aki értesíteni tudja a mentőket. A 104-es telefonszámot azt ugye jegyezzük meg, és lehetőleg a telefon memóriában olyan helyen tartsuk, ahol ez elérhető és gyorsan hívható. És hát segítségére legyünk annak, aki a mellkas nyomásokat végzi. Percenként körülbelül 80-100 körüli mellkas kompressziót kell végezni egy ilyen eszméletlen betegnél, hogy a leállt keringés mellett is fönn tudjuk tartani a szakszerű segítség eléréséig az életjelenségeket is, maradandó károsodás ne alakuljon ki. És mi még az, amit aki oda megy, és mielőtt elkezdi, azt mondtuk, hogy meg kell nézni, hogy lélegzik-e, de mit tehet még azért, hogy esetleg félre ne nyeljen, vagy a stabil oldalfekvés szabad-e, nem szabad-e, tehát azért ezt is mondjuk el nézőinknek, hiszen nem mindenki tudja. Igen, tehát legfontosabb, hogy lássuk a légzés meg létét, vagy nem létét. Nagyon gyakori az, hogy például egy ártatlan elesésből valaki fejsérülést szenved, és ilyenkor elveszíti az eszméletét, és a nyelv nagyon könnyen hátra csúszik, például egy hanyatfekvő betegnél, lezárja a légutakat, és ez egy hát banális fulladási ok. Erről meg kell győződni. Az állkapcsot ki kell emelni, a fejet hátra fordítani, hátra hajtani, az ilyen újraélesztés első momentumaként, és ezzel a légutakat meg tudjuk nyitni, még ha a nyelv gyök csúszott hátra, akkor is. Hát persze be lehet nyúlni a szájba, kihúzni ezt akár idegentest is lehet a rosszul levő betegnek a szájába, tehát ha már tovább haladunk ebben a újraélesztési metódusban, akkor jó, ha ilyenről is gondoskodik az első észlelő ember. Mindenképpen pánikba nem szabad esni, ez a legfontosabb. Tudni kell azt, hogy segítségért nyúlva, a beteget nem magára hagyva, és elkezdve ezt az alapvető újraélesztést, várni kell a következő segítség megérkezéséig, és addig végezni a újraélesztést a mellkas kompressziókkal. A defibrillátor készülék a következő lépcső, és akkor ugye nyilván egy segítség tudja ezt rövid időn belül oda szállítani, ha olyan helyszínen van a rosszul létes, ahol ezek a készülékek most már elég nagy lefedettséggel azért a városban így elérhetők lesznek, és annak az utasításai szerint lehet folytatni a elektronikus újraélesztést. Ugye ez egy automatikus elektronikus defibrillátor készülék, ami arra képes, hogy a felragasztott elektródák nyomán képes érzékelni a szívnek a elektromos tevékenységét, és csak akkor végeznek nevezett defibrillációt, tehát elektromos ütéssel való újraélesztés, szív újraindítást, ha a szív elektromos működése emiatt károsodott, illetve hát ez a ritmuszavar észlelhető. Amennyiben normális a szívműködés, akkor nem végzi el ezt a ütést, annak ellenére, hogy mi erre utasítanánk. Itt egy diagnosztikai és terápiás eszközök egyúttal. Ez a készülék magyarul beszélt, tehát itt az előbb már hallottuk, hogy amikor fölnyitja, akkor mondja, hogy mit kell csinálni, tehát tényleg egy laikus is el tudja kezdeni a segítség megérkezéséig az újraélesztést. A praxisában azért sokszor találkozik ilyen súlyos szívbetegekkel. Hogyan látja, hogy mennyiben egy laikus, most amit ön elmondott, mennyiben segít, vagy inkább elmenekül? Tehát mi a tapasztalat, hogy pánikba esnek az emberek, ha ilyet látnak, vagy azért inkább megpróbálnak segíteni? Minden tájékoztatás nagyon fontos. Tehát minél több ember hall erről, lát
erről. Nagyon fontos az országos médiáknak a jelentősége, vagy egy ilyen kis helyi médiának is a jelentősége, aki azért ezt a állapotot, ezt a szituációt közelebb hozza az emberekhez, megismerik, és nem annyira hirtelen és pánikot keltően találják magukat szembe egy ilyen rosszul léttel, akkor jóval nagyobb az esélye a illető beteg megmentésének. Nagyszerű dolog az például a mentőszolgálati diszpécser segítség, ami ha telefonhívást kezdeményezünk ugye a 104-es hívószám felé, akkor nem szakítják meg a telefonos kapcsolatot, miután elmondtuk, hogy kik vagyunk, és ezen és ezen a helyen találtunk egy eszméletlenül fekvő embert, akkor ők megpróbálnak segíteni és tanácsokat adni, utasításokat adni, és ennek alapján egy laikust is részben a feszültséget, a szorongást is oldva, másrészt pedig az észszerű beavatkozások végzésére utasítva, hát nagyon jó eredményt lehet elérni a mentő érkezéséig. Tehát ez is egy nagyon jó kezdeményezés. Tehát ha hívjuk ezt a számot, akkor ne szakítsuk meg a vonalat véletlenül, se hangosítsuk ki a telefont, ha erre mód van, és úgy végezzük a beteg ellátását. Akkor azt gondolom, hogy ezzel is tettünk most egy nagyon nagy lépést afelé, hogy önhöz, mikor már oda kerül a beteg, akkor minél stabilabb állapotba kerüljön a kórházba. Reméljük, hogy nem sokat kell használni ezeket a készülékeket, és ön pedig majd segít a használatában. Így van. Hát ezeknek ez az életszerű, ha nem kell használni őket. Ezek készenléti eszközök is, remélhetőleg én azt kívánom minden karcagi lakosnak, hogy ne kelljen, ne legyen rá szüksége, hogy ilyen készülékkel kelljen az életét megmenteni. De ha rászorul, akkor ezekben a készülékekben lehet bízni, mert nagyon modern, a világ egyik legjobb gyártmányú készülékéről van szó, és nagyon egyszerű a kezelése, szerencsére. Köszönjük szépen! Én is nagyon köszönöm! Most hívja.